Az elmúlt évben is volt már nyílt nap, ennek ellenére most is sok érdeklődő jött el megnézni az órákat. Hála Istennek vannak érdeklődők ezen a mai napon is. Ugye a 2023-as esztendő egy hét késéssel indult az eredeti tervekhez képest, most viszont nagyon jól esett pihenni egy kicsit, innentől viszont ugye felgyorsulnak az események. Annyit tudni kell még, hogy nekünk volt már egy nyílt napunk november elején, közepetáján, úgyhogy nyilván általában az a népszerűbb, de hála Istennek itt is egészen sokan megjelentek. A mai napnak teljesen más a tematikája, mint az előzőnek volt. Novemberben általában szeretjük megmutatni azokat az extra dolgokat, amiket kínálni tudunk a gyerekeknek, illetve akár a kedves szülőknek is. És ez a mai nap pedig egy picit a mindennapokhoz van közelebb, tehát itt pedig azt szeretnénk bemutatni, hogy úgy a hétköznapjaink, a munkás hétköznapjaink hogyan néznek ki. Mi szeretnénk ezt a részét is megmutatni, hiszen azért mégiscsak ebből tevődik össze ennek a 4 évnek, amit itt eltöltenek a diákok a nagy része, de természetesen a másik oldal is nagyon fontos. Itt viszont valóban azt kapják, amit általában a mindennapokban tudunk nyújtani. A 8-osoknak a jelentkezési határidő nagyon közeleg. Hát itt az a bizonyos február 15-e az, amire oda kell figyelniük, úgyhogy addig kell. De itt a 8-os osztályfőnökök általában segíteni szoktak ebben, illetve az általános iskolák maximálisan a gyerekek rendelkezésre állnak. De ez a február 15-i határidő az, amit be kell tartani a jelentkezéseknél. Nem kell előfelvételi, nálunk csak a tanulmányi eredmény alapján rangsorulunk, tehát nem kérünk semmi egyebet, semmi más kikötés nincs, de akár a hitélet tekintetében sem egyébként. A novemberi érdeklődés alapján legnépszerűbbek a természettudományos szakok. 6 féle tanulmányi területet kínálunk az érdeklődőknek, ebből 5 emelt óraszámú gimnáziumi képzés, ezek ugye hagyományosan az angol nyelv, a biológia, kémia, a matematika, fizika, az informatika, illetve most már digitális kultúra, illetve a magyar történelem, tehát az a bizonyos humán irányvonal, illetve 6. lehetőségként tavaly már elindítottuk, és idén pedig folytatjuk az általános gimnáziumi képzésünket. Úgy gondolom, hogy a természettudományos szakok továbbra is népszerűek, tehát a biológia, kémia és a matematika, fizika, de azt látjuk az utóbbi 2-3 évben, hogy ez a bizonyos humán irányvonal, a magyar történelem képzés is tulajdonképpen egy szintre került az előző 2-vel. Február 15-e a jelentkezési határidő, a végleges felvételi lista áprilisra lesz meg. Általában ez áprilisra szokott eldőlni. Mi is még várjuk a kedves szülőket és a diákokat egy tájékozódó jellegű beszélgetésre, tehát itt semmiféle tananyag vagy hasonló dolognak a számon kérése nem hangzik el, ez valóban egy ismerkedés, és akkor ezután még lehetőségük is lesz majd akár alakítani is a korábbi elképzeléseiken, és akkor utána a tanév végére ez nagyon szépen ki fog derülni, hogy körülbelül kiket várhatunk.